Jó estét kívánok! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban megmutatjuk a felújított Kiskunhalasi Kórház épületének átadását. Vendégünk lesz Róbert Gábor, a Lakó Sándor Kamarazenekar művészeti vezetője. Végül bemutatjuk, milyen incsiklandó ételek rotyogtak az üstben a péntek délutáni szezonzáró vigasságon. Tartsanak velünk! Megújult a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház. 380 millió forintból felújították a külső homlokzatot, kicserélték a nyílászárókat, és új szigetelést is kapott az épület. Átadták a felújított Kiskunhalasi Semmelweis Kórház épületét, amivel egy régi álom valósult meg. 1974-ben adták át a kórház főépületét, amely azóta szolgálja a térség betegeit, valamint azok ellátását. Mind a betegek, mind a munkatársak számára különösen fontos, hogy milyen környezetben gyógyulnak, valamint dolgoznak. Az épület 45 éves nyílászárói már nem feleltek meg a kor színvonalának, mely jó közérzetet biztosító komfortélményt képes nyújtani betegnek, orvosnak, ápolónak. Ezentúl a kórház energiahatékonyságát is természetszerűen rontották. A közel 5 évvel ezelőtt megkezdett tervezési folyamat eredményeként idén sikerült révbe érni, és a most megvalósult főépület hőszigetelésével és a nyílászárók cseréjével, mely környezetvédelmi szempontból is nagyon lényeges, illetve a fenntarthatóság alapja, nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Ezen túl az épület új homlokzati rekonstrukciója egy olyan kórházat eredményezett, melyre jó ránézni, jól illeszkedik a városképbe, a város felől érkezők számára olyan látványt jelent, mely azt sugallja, hogy itt jó minőségű, szakmailag korrekt ellátást fognak kapni. Dr. Vitályos Eszter, az Európai Unió fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára az átadó ünnepségen elmondta, fontos, hogy a betegek minőségi ellátást kapjanak. A magyar kormány az elmúlt évek során jelentős összegeket fordított az egészségügyi infrastruktúrális fejlesztésekre és beruházásokra, annak érdekében, hogy az ország egész lakossága a 21. század követelményeinek megfelelő, méltó körülmények között gyógyulhasson, és a lakóhelyéhez a lehető legközelebb férjen hozzá a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokhoz. Önök pontosan tudják azt, hogy mennyire fontos, hogy a segítségre szoruló vagy beteg emberek valóban jó körülmények között minőségi ellátást kapjanak. És azt gondolom, hogy ez nem csak azért fontos, hogy a betegek emberi méltóságát megőrizzük, hanem azért is, hogy a gyógyulást ezzel is elősegítsük, és az ellátottak mi hamarabb visszatérhessenek jól megszokott otthoni környezetükbe, családtagjaik közé, vagy éppen a munkavilágába. Éppen ezért Magyarország kormánya 2010 óta országosan 77 kórházat, 54 rendelőintézetet és 104 mentőállomást újított fel. Építettünk továbbá 23 új rendelőintézetet és 31 új mentőállomást. A fejlesztések azonban nem állnak meg, és nem csak hazai, hanem Európai Uniós források segítségével is folytatódnak. Hagy osszak meg önökkel egy érdekes adatot, amely Kiskunhalas egyéb fejlesztését is illeti. Ezen uniós fejlesztési időszakban 2014 és 2020 között csaknem 12 milliárd forint támogatási összeg érkezett a városba. Ez az összeg egyébként nem csak az önkormányzati, nem csak a civil szervezetek, hanem gazdasági társaságok fejlesztéseit is illeti, de összességében azt gondolom, hogy egy nagyon magas összeg, amely összeg a hasonló kategóriájú településekre jutott forrásokat tekintve csaknem azok duplája egyébként, ami azt gondolom, hogy a város vezetésének kitartó és áldozatos munkáját dicséri. Rideg László, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat elnöke szerint a halasiaknak is biztosan az egészsége a legfontosabb. Az egészség, ami egy nagyon szép szó, ugye az egészet jelenti, mégpedig jelenti a testi és a lelki egészséget. Ezért örülök különösen annak, hogy Érsek atya is itt van velünk ezen az alkalmon. Köszönöm polgármester úrnak a városból, és köszönöm a megye többi részéről, természetesen főleg a középső
és a déli területekről ide eljött polgármestereknek, hiszen ez az ő általuk vezetett települések lakosságát érinti elsődlegesen. Gratulálok ehhez a beruházáshoz, és kérem az itt dolgozókat, hogy úgy forduljanak, úgy álljanak az ide érkező gyógyulásra váró emberekhez, mint ahogy ők szeretnék hasonló esetben, ha az orvosok hozzájuk fordulnának. Szeptember 15-én 17 órai kezdett el az Ars Sacra Fesztivál kecskeméti rendezvényeként a Lakó Sándor Kamarazenekar és a Mitrász Pedagógus Kórus ad közös koncertet a Kecskeméti Evangélikus Templomban. A próbákról és a fesztivál céljáról Róbert Gáborral, a Kamarazenekar művészeti vezetőjével beszélgetünk. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a Kecskeméti Televízió meghívását. Egy kicsit utána olvastam ennek az Ars Sacra Fesztiválnak, és évekkel ezelőtt, több mint 10 éve van már ez Magyarországon. Először Budapest csatlakozott, később pedig a vidéki városok, és így Kecskemét is. Elárulná a kedves nézőknek, hogy mi is ennek a fesztiválnak a fő célja? Ennek a fesztiválnak az a célja, hogy a szakrális művészetet, az egyházi művészetet közel vigye az emberekhez. Közel vigye az egyházi indítatásból készült zeneműveket, az egyházi indítatásból készült festményeket, szobrokat, művészeti alkotásokat, színdarabokat és egyebeket. Ennek itt Kecskeméten egyik mozgatója volt az elmúlt 3 évben a Lakó Sándor Kamarazenekar. Igen, ez is lett volna a következő kérdésem, hogy akkor önök a zenén keresztül próbálják az egyházi művészetet eljutatni a nézőközönség felé. Mikor csatlakozott ehhez akkor az önök zenekara? És a Lakó Sándor Kamarazenekar az 3. éve vesz részt ezen a fesztiválon, itt Kecskeméten. Eleddig az elmúlt 2 évben a Nagy Templomban játszottunk, most pedig vasárnap délután 5 órakor az Evangélikus Templomban. Igen, és most nem önállóan lépnek fel, hanem csatlakozott önökhöz a Mitrász Pedagógus Kórus is. Hogyan jött létre ez a találkozás? A zenekar minden alkalommal igyekszik partnereket keresni a fellépéseihez, mind Kecskemétről, mind pedig az ország más tájékairól. Van, amikor szólistákat hívunk, most is jön majd egy Budapestről, és a Mitrász Kórus pedig János Halmáról csatlakozik hozzánk. A Mitrász Kórussal úgy adódott a kapcsolat, hogy a zenekarunknak egyik nagyon lelkes tagja, Pálékásné Kocsó Mária évfolyamtársa volt sok-sok évvel ezelőtt a szegedi főiskolán Karsai Péternek, aki a Mitrász Kórus vezetője. És így kerestük meg egymást, vagy keresték meg egymást, és először az ő meghívásukra májusban voltunk lent koncertezni János Almán, a János Almán katolikus templomban. Hogyan kell elképzelni ezt a rendezvényt? Majd lesznek olyan darabok, amiben csak önök játszanak, lesz olyan, amiben a kórus énekel, és közös darabok is? Igen, lesznek úgynevezett a kapella művek, tehát kíséret nélküli énekkari művek a Mitrász Kórus előadásában, és lesz olyan darab, lesz olyan 2 darab, amit csak a zenekar fog játszani, nevezetesen egy pörszül és egy Händel darab, és lesz jó néhány, pontosabban összesen 4 olyan darab, amit a zenekar és a kórus együtt fog megszólaltatni. Mondjuk már akkor néhány zeneszerzőt még, akinek a műveit hallhatjuk ezen az estén. Hát többek között 2 magyar szerzőt is kiemelhetnék. Az egyik egy barokk korban élt mester, pontosabban hadvezér, pontosabban nádor, pontosabban politikus és zeneszerző, lám-lám milyen polihisztorok voltak annak idején, úgy hívták, hogy Eszterházy Pál. És Harmonia Celestis néven írt, vagy címen írt kantátákat, amelyek egyházi szövegre készültek, pontosabban egyházi ihletési szövegek, mert a szövegeket is ő írta. És ezekből fogunk 2 megszólaltatni. A másik pedig, hát városunk fia,
Kodály Zoltán darabját említem, aki többek között arról is híres, hogy a magyar népdalokat szépen fel tudta öltöztetni, azaz, hogy az énekhangot egy zongorakísérettel tudta ellátni, és később, néhány évvel később a Kecskeméten működő Embodon Pál neves zeneszerző és zenepedagógus, a zeneiskola akkori igazgatója ezt áthangszerelte vonós együttesre, és azt fogjuk mi megszólaltatni. Akkor nagyon-nagyon gazdag program lesz ezen a napon. Ismételjük már el még egyszer a helyszínt és az időpontot a kedves nézőknek. Ez az időpont vasárnap lesz, 15-én vasárnap lesz, 15 órakor, tehát a két szám is egyezik, az evangélikus templomba, ahol bevezető gondolatokat fog mondani Kis János lelkész úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és sikeres koncertet kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm. Péntek délután a Népi Iparművészeti Gyűjtemény udvarán a szezonzáró vígasságon jártunk, ahol Hályas Barnabás igyekezett megtudni a mesterséfektől, hogy mi rotyog az üstben. Szezonzáró vígasságot tartanak a gasztronómia jegyében, itt a Népi Iparművészeti Gyűjteményben, és azt gondolom, hogy nagyon sok vidám és jól lakott arccal is találkozhatunk, hiszen folyamatosan zajlik az ételosztás. Egy igazi finomság került az asztalra Garaci János konyha művészetének egyik, azt gondolom, hogy méltán mondhatjuk, hogy gyönyörű szüleménye, és hát időközben egyébként a mester szakácsunk javában osztogatja az étket, de egy pillanatra ide fordulunk, jó napot kívánok! Garaci úr, egy picit segítsen nekünk, azért azt gondolom, hogy nem mindennapos, hogy egy venezdíjas szakács kijön és megmutatja, hogy hogyan készítsünk ételeket. Mit hozott már a nekünk, üdvözlöm? A tokai érce mellett hoztunk, és hát meglepetésnek egy kis desszertet is, a teljes pitét. Ez a tokai érszemel, én azt hiszem, a szüreti időszakra, a mostani alkalomra egy legjobb választás. A érszemellel egy gyümölcsös mártás, amit egy musttal készítettünk el, szőlőszemekkel, egy kis zöld fűszernövény, és természetesen a köretje, a dödöle, amit a nagyszüleimtől tanultam, maradt ránk. Ez egy nagyon jó hozzáillő tejföllel, és egy kis hagymás szalonna pörccel meglocsolva, egy picit összesütve, én azt hiszem, egy nagyon kellemes ízvalást tudtunk készíteni. Ezek az igazi hagyományos ételek, amik ide kerültek, én úgy nézem az önök tájába, de ettől függetlenül ugye azért itt működik egy gasztroklub, ahol a nagyon modern ételeket is szeretik elkészíteni. Mennyire ellenfele úgymond a hagyományos étkeknek a modern ételek hada? Én azt hiszem, hogy nem ellenfele neki. A fejlődésnek az útja az, hogy minden, hát mondhatom azt, hogy folyamatosan meg kell újulni, de egy-egy generációnak, egy fölnevelkedő generáció, ami körülbelül én 20 évekre mérem, hogy mindig egy új generáció van, ami a szülői háztól is, meg akár a gasztronómiába is találkozik olyan ételekkel, ami hát talán nem a hagyományokat ápolja éppen, vagy hát új ételeket találnak ki a szakácsok is. Ez a fejlődés útja, és ez azt hiszem nem állítható meg. Én is azon vagyok mindig, hogy lehetőség szerint próbáljunk valami újat kitalálni. Viszont a hagyományokat tisztelnünk kell, mert ugye azt szoktuk mondani, aki a múltját nem becsüli, annak nincs jövője. Hát azért én azt gondolom, hogy a múltról csak annyit, hogy én még életemben nem láttam, hogy teljes pitét annyian megtapsoltak volna, mint a mai napon önnél. Tehát ezért a hagyományos ételeknek is van egyfajta íze, zamata, nem? Ez ugyanúgy mondhatom a töltött káposztára, meg a disznótorosra, meg a nehéz ételekre, amiket ugye azt mondjuk, hogy hú, hát ez, de nem, egy évben egyszer el szabad fogyasztani. Aztán természetesen én azt szeretném, hogyha minél több halat fogyasztanánk, és mondhatom, hogy még a vadakkal is hadilábon állunk, mert abból se fogy. Viszont a jércét, amit én is hoztam, a csirkéből nagyon sok fogy, de ne csak mindig pörköltet készítsünk, vagy ne csak töltött csirkét, hanem találjunk ki hozzá egy ilyen jó, könnyítő, gyümölcsös mártásokat, ragukat, amikkel én azt hiszem, hogy egy nagyon jó ízhatást tudunk kialakítani, és gyakorlatilag egy újat is tudunk mutatni a vendégeknek. Hát Garaci János, azt hiszem, hogy megcsinálta ma estére nekünk az étvágyat, hogyha pedig kedvet kaptak, akkor irány a konyha, jön a hétvége, és remélem, hogy sikerült néhány jó tippet adni, minden esetre a szezonzáró vígasság itt a Népi Iparművészeti Gyűjtemény udvarán. Igazán jól sikerült, és tényleg mindenki jól érzi magát.
A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Az Otthon Segítünk Alapítvány előadására várták az érdeklődőket ma délelőtt. Az alapítvány célja, hogy Kelet-Magyarországon minden megyeszékhelyen legyen helyi szolgálat. Az ország onkológusai és kardiológusai közös továbbképző kongresszuson vettek részt Kecskeméten. Az együttgondolkodás célja, hogy megoldást találjanak a daganatos betegségek kezelése során kialakuló szíveredetű szövődményekre. Főző bemutatóval, koncertekkel és kiállításokkal tarkított délután tölthettek el a látogatók a Népi és Iparművészeti Gyűjtemény udvarán. A rendezvényen Garaci János és Bede Róbert főzősón csalogatta elő a nézők étvágyát. Trianon másképp címmel kezdődött el csütörtök délután a Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat Trianon 100 című előadás sorozata. Az első prezentáció az embert, a humánumot állította a trianoni katasztrófa középpontjába. 100 méter hosszan letarolta az M5-ös autópálya szalagkorlátját egy kamionsofőrje ma reggel. A balesetben kiszakadt az üzemanyagtartály és több száz liter gázolaj folyt ki. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb hétfőn várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, szép hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra!